Nagy a nyüzsgés a Baracsi úti cirkusztéren, városunkban állomásozik ugyanis a Hungária cirkusz. Építik a sátrat, egyre több állat élvezi a napsütést az elkerített karámban, a fellépők pedig köszöntik egymást. Városunk az első állomás az idei szezonban, így a külföldi művészek is ide érkeznek meg, szép sorban mindenki. Mi 8. generációs cirkuszdinasztia vagyunk, mint Hungária nagy cirkusz, az Ádám és a Wertheim családnak az ötvözete, és ezen kívül számos külföldi artista művész is fellép az idei műsorunkban. Érkeztek Kolumbiából, Franciaországból, Olaszországból és Németországból díjnyertes mutatványok. Többféle artista szám lesz, a nagy érdeműt Steven Bohoz fogja szórakoztatni. 3 kolumbiai pilóta pedig lélegzetelállító motoros számmal készül a halálgömbben. És ha már a dinasztiánál tartunk, a műsorban helyet kapott a 8. generáció, vagyis Carmen családjának fiataljai, fesztiváldíjas artista és zsonglőr produkciókkal lépnek a porondra. Arra törekszünk, hogy évről évre megújítjuk az előadásunkat, tehát új produkcióval, és igyekszünk színesíteni mindenféle kedvenccel. Tehát a gyerekek legfőbb kedvence, bátran mondhatom, hogy mindig az állatos produkciók, mert az az első kérdés, hogy milyen állatok lesznek, és törekszünk minél többféle állatszámot produkálni az előadásban, meg azon kívül természetesen a bohóc. És minden évben más-más nemzetiségű bohócot alkalmazunk a műsorba, hogy újabb tréfákkal megismerkedjenek a gyerekek. Állatokból nem lesz hiány. Itt lesz például a nagy házi kiskedvencük, Leila az indiai elefánt. Tevék, zebrák, idomított lipicai lovak, vatusik, zebuk, alpakák, lámák, struccok, óriás kenguru. A szenzációsnak ígérkező hüllőson a Dél-Amerikából érkező Carlos Duo óriás aligátorokat, krokodilokat, kígyókat, paránuszokat, leguánokat vonultat fel műsor számában. Az egyik különlegesség minden bizonnyal az óriás fókák fellépése lesz. Monte Carlo díjas produkcióról van szó. Idomárjuk, Geri Ján 5 éves korában kezdett állatokkal foglalkozni. Édesapja elefántokat tanított, így Geri is először az elefántokat, majd lovakat, oroszlánokat, tigriseket, tevéket idomított, végül 18 évesen az oroszlánfókák mellett döntött. Andrewt és Lapit több mint 10 évvel ezelőtt kezdte tanítani. Amikor még tigrisekkel dolgoztam, az egyik barátom, aki oroszlánfókákkal dolgozott, kérdezte, hogy miért bajlódok a tigrisekkel, hiszen rengeteg munka van velük, miért nem veszek inkább oroszlánfókákat. Így vásároltam meg végül ezeket az állatokat, a gondozásuk sokkal egyszerűbb. Nagyon intelligensek, könnyű tanítani őket, és sokkal élvezetesebb a tartásuk, mint a tigriseké, hiszen utóbbi egy vadállat, így most nem kell kockáztatnom az életem. Az oroszlánfókák tudnak harapni, de valójában nem veszélyesek. Ha probléma van az állatokkal, megszökhetnek, de egy tigris vagy az oroszlán akár meg is támadhat. Bár először egy kicsit félbeléptünk a hatalmas oroszlánfókák mellé, cseppet sem kell tartani tőlük. Szelidek és aranyosak, főleg ha finom halakról van szó, ketten együtt naponta 20 kiló halat esznek meg. Az előadás során bárki fényképezkedhet velük. A Hungária cirkusz február 28-ától március 3-áig, csütörtöktől vasárnapig állomásozik nálunk. A premier előadás csütörtökön lesz. Good boy.